Szeretettel köszöntök mindenkit a mérkőzés követő sajtótájékoztatón. 31-22-re azt gondolom, hogy megérdemelten győzött a Balatonfüred együttese. Először Csokna István, a vendégek vezetőedzőjét szeretném kérni, hogy értek el a mérkőzésre. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát azt gondolom, hogy először a gratuláció jár mind a két csapatnak, hiszen 60 percen keresztül nagyon fegyelmezetten, nagyon nagy tempóba kézilabdázott. Ez a különbség azt gondolom, hogy a kapusok közt, vagy inkább mondhatnám, hogy a mi kapusunk javára eldöntött pár hazdatot, az Adi nagyon jó védett, nagyon sok labdát védett, és ebből nagyon sok könnyű volt tudtunk lőni, és ebből alakult ki ez a különbség. Azt látni kell, hogy a mai edzőkorag elmondja, két csapatnak másik a céljai. Mi szeretnénk előrébb végezni a tabellán, ők az fennmaradási harcolnak, én azt gondolom, mind a két csapat kitett magáért. Jól védekeztünk, hogy a csapatomról egy pár gondolatot támadásban tudtam játszatni a fiatalokat is. Hozzá lehetett nyúlni, hiszen a második védő közepén azt gondolom, hogy eltölt a mérkőzés. Jól szálltak be, tartani tudtuk ezt a tempót. Gratulálok nekik, hiszen egy nagyon nehéz sorozaton vagyunk, túljuk az Európa Kupa kiesés és az utazás fáradalmai. Féltem egyébként, hogy nehéz mérkőzést, ez azt gondolom az is volt, de az Arinak a jó teljesítménye nagyban hozzájárult, hogy a végjáték az mondom, hogy könnyebb lefolyásul. Köszönöm szépen. Most pedig Andó Arián szeretném megkérni a Balatonfüred kapusát, hogy értékelje a mérkőzést. Üdvözlök én is mindenkit. Ezért szeretném gratulálni a Füred csapatának, hogy kemény mérkőzést tudunk játszani. Szerintem az első fél időben nagyon jól kezdtünk, a védekezésünk kemény volt, de sok jó felvállásból tudtunk szerezni. A második fél időben, sajnos, és az első fél időben nagyon sok technikai hibát védettünk előre, és sok egyszer kimaradt. Szerencsére ez a második fél időben megváltozott, és összeszedte magát a csapat. A védekezésünk az megmaradt, szeretnék gratulálni a csapatnak, és tovább sok sikert kívánni a eredet. Köszönöm szépen. Budai Dániel, ez nem kell szépen, hogy a mérkőzést. Köszöntjük mindenkit, első szóval gratulációért, megérdemelte nyert a Füred. Nyilván nem jó dolog hazai közönséget, hazai pályán vereséget szenvedni, ráadásul ugye sok góllal, de mégis meg kell, hogy védjem a csapatomat, tehát 12-en álltunk ki 10 mezőnyjátékossal, ugye itt a Laci nem tudott játszani a kölcsönadási szerződés miatt, és sajnos a második fél időben elfogytunk, és energiák már nem úgy jöttek, a padról se tudtak segíteni, és egyszerűen felőrölt minket a Füred, nyilván rutinosabb váratottakkal felálló csapat, úgyhogy azt gondoltam, hogy egy idő után meg fogunk törni. Sajnos ebben a helyzetben, amiben vagyunk, ugye ilyen kevés játékos van, tökéletesen kellene játszani az, hogy egy ilyen mérkőzésen nekünk sanszunk legyen. És az első fél időben meg is voltak azok a helyzeteink, azok a játékok, amit megbeszéltünk. Sajnos már előttem elhangzott, hogy a Füredi kapus nagyon jól védett. Nem számoltam össze, de megint kihagyunk szerintem 10-12 zicsert, 2-3 étméterest. Tehát nyilván ezen szinten ez nem fér bele, ilyen ellenfél azonnal megbünteti ezeket a hibákat, és utána elkezd nyílni az olló 4-5-6, és utána nyilván a kert meg a lendület is alábbhagy, és akkor utána a második fél közepétől egyetlen volt a mérkőzés, el fogjuk veszteni. Vannak még fontos mérkőzések ebben az évben, úgyhogy nekünk arra kell tovább koncentrálni és dolgozni, mert azért vannak bíztató jelek, bíztató dolgok a játékunkban, azokat még erősíteni kell, és ezeket a kis apró dolgokat helyre tenni, itt gondolok itt a befejezésekre, nehezén túl vagyunk, csak hogy elvileg a könnyebb dolgot mondjuk el. Még egyszer gratulálok, jó utat kívánok, és az én csapatomnak pedig azt üzenem minden is, hogy ezt a két hetet nagyon meg kell nyitni, és egy jó munkával, úgy gondolom, egy jó pozícióba kerülhetünk a bajnokságban. Köszönöm szépen, és végezetül Kovács Ferencét, az NKT átvezetőjét, hogy a felvételést. Köszönöm, hogy gratuláltam, hogy nem játszottak. Magunkról úgy gondolom, hogy fél egy szinte tökéletesen játszottunk, hogy eltervezettük ezt a szokásunkat, meg remélem egyszer előkezdjük, hogy 30-40 perc után adunk mindig 4-5 előnyt, amihez kiavítsuk, már nincs elég időnk, energiánk se. Kedvesen vagyunk, és
talán most az inceleket jobban kéne értékesíteni, ha ezekbe tovább tudunk lépni, pontosítani ezeket, akkor szinte az egy pályán bárki ellen van esélyünk. Nehéz két hetünk következik, szeretnénk eredményesen zárni a fél évet, és nagyon sok sikert. Köszönöm szépen, hogy elsősöket kívánok mind a két csapatnak, hogy az elsősöket kívánok.